Egy hatodik éve megrendezett nemzetközi női jégkorong edzőtábor zajlik Győrben, ez az első Magyarországon. Két héten át a Nemok jégcsarnok adott pont az eseménynek, amely komoly játékosokat vonz a világ minden tájáról. A szervezők konkrét célja, hogy jobbá tegyék a női játékosokat. I used to coach at Yale University in the United States. A Yale Egyetemen voltam edző az Egyesült Államokban, és az a személyes célom, hogy annyi fiatal női jégkorongozó jusson tanulási és játék lehetőséghez Amerikában, amennyi csak lehetséges. Ezért dolgoztuk ki ennek az edzőtábornak a koncepcióját 6 évvel ezelőtt. Az első években Svédországban tartottuk a tábort, idén viszont mondhatom, hogy szerencsénkre Győrbe jöttünk, ami fantasztikus döntésnek bizonyult. Az elmúlt két táborból a CHS-nél több mint 90 játékos kapott ajánlatot különböző főiskoláktól, köztük több magyar játékos is. Nagyon fontos, hogy a lányok megismerjék és értsék az amerikai, illetve az észak-amerikai hoki mentalitást, és kapcsolatokat építhessenek. Itt rengeteg külföldi edző van most Győrben, illetve játékos megfigyelő, és akár a magyar tehetségek számára is megnyílhat a lehetőség arra, hogy a pályafutásukat akár észak-amerikai egyetemeken, egyetemi csapatokban folytassák. Úgyhogy sportszakmai szempontból ezért is nagyon fontos nekünk ez. Idén a még érvényben lévő nemzetközi utazási korlátozások ellenére is 19 ország több mint 110 játékosa vesz részt az első magyarországi CHS fejlesztőtáborban. Vannak barátaim a Magyar Jégkorong Szövetségben, és lenyűgözőnek tartom azt a munkát, amit végeznek a női szakák megerősítéséért. Azt gondolom, hogy ez remek lehetőséget biztosít az itt játszó játékosoknak. Én jelenleg a spanyol válogatott edzője is vagyok, és most ide a táborba 27 spanyol jégkorongozó érkezett. Ők például egy olyan ország, ahol korábban soha nem volt még lehetőség ilyen szinten gyakorolni ezt a sportot, így ez is egy izgalmas lehetőség. Sportszakmai szempontból sem utolsó, hiszen fontos, hogy a hazai játékosok számára ezzel elérhető közelségbe kerül az észak-amerikai hoki. Azt gondolom, mind szakmailag, mind gazdaságilag, mind számunkra, de akár magyar hoki, illetve Győrváros számára nagyon fontos, hogy egyre több ilyen rendezvényt tudjunk idehozni Győrbe, ebbe a gyönyörű jégcsarnokba, hiszen akkor életképes, akkor fenntartható a mi klubmodellünk is, ha ilyen eseményeket ide tudunk hozni. A házigazdák terve, hogy jövőre ne egy ilyen tábort, hanem sokkal többet szervezzenek.